Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Stílszerűen fogalmazva felröppent a híra dolványos farjakról, miszerint megtámadhatják az embert így költési időszakban. Ez ugye most Debrecenben fordult elő. Kezdjük azzal, hogy mit lehet tudni a dolványos farjakról. Dolványos farjak azok a hazai varjúfélék képviselői közül, ahhoz a többséghez tartoznak, amelyeket károsnak ítél a természetvédelem is, a mezőgazdaság is, és a vadgazdálkodás is, és a szarkával, a szajkóval együtt dúvadnak ítélve őket, ha tehetik, akkor írtják egészen konkrétan, le kell lőni, tehát előírás van a minden vadászatra jogosult számára, hogy amennyiben vadászati időben, mert erre is van vadászati időszak, ez a jelen időszak nem az, tehát jókanevelési időszak kivételével igazából egész évben vadászható, és kell is gyéríteni, úgy mondják, tehát belül van írva, hogy mennyit kell egy bizonyos területen lelőni, és nem csak fegyverrel, hanem csapdával, de mindenképpen kell ellene tenni. Ezt teszik a nemzeti parkok is, teszik a vadászatra jogosultak is. Na most azért van ilyen rossz híre a dolmányos varjónak, mert tény is való, hogy a tápláléka között a madár fiókák és a madár tojások azok szerepelnek. Ez nem jelenti azt, hogy ő egész évben ezt csinálja, hiszen a fióka nevelési időszak az őnála is, meg az egyéb madaraknál is, ez a tavaszi-nyári időszak, tehát amikor nincs fióka, akkor ő is más teszik, meg akkor van fióka, akkor se csak fiókát teszik, tehát nem csak egy kizárólag kártevő, hanem ugyanúgy, ahogy az egyébként védett vetési varjú növény evő tápláléka során, illetve olyan rovartápláléka fogyasztásával a mezőgazdasági hasznot is okoz, ugyanis a pontrók által károsított palántákat szedik ki a búza földön, vagy borítsa a napraforgó táblákon, és igazából elfér a természetben elmondottól, amikor a madarak használól és a káráról írtak, mint ugye azért megjegyezte, hogy nem káros, meg hasznos madarak vannak, hanem szükségesek. Akkor ezek szerint a dolmányos varjú is szükséges, ha így ezen a gondolatmeneten haladunk tovább. Igen. Ugye azt most egy debreceni példánál maradva, ugye emberre is támadhatnak a dolmányos varjak, főleg így költési időszakban. Ez miért fordulhat elő, vagy mitől fordulhat ez elő? Attól fordulhat elő, hogy az előbbi témához visszakanyarodva, tehát mivel a természeti területen erdősült, vagy mezőgazdasági területen, mint kártevőt, őt lövik és csapdázzák, lakott területen viszont nem. Ezért értelmes állatok a varjúfélék, tehát rájött erre a lehetőségre, hogy itt nagyobb biztonságban tud akár költeni is, és beköltöttek a városokba, akár Debrecenbe, akár Budapestre, nagyvárosba is megtalálja az élőhelyét, és itt egész komolyan elszaporodott az egyéb varjúféléket, tehát a szarkával és helyenként erdősültebb területeken a szajkóval együtt, mint akár Budapest-Budai részén. És hogyha gyakrabban fordul elő, akkor nyilván az emberrel való konfliktus is gyakoribbá válik. Ez csak és kizárólag akkor fordul elő, hogy embert támad, hogyha az ember úgy ítéli meg, hogy az ember veszélyezteti az ő fiókáját. Tehát egészen konkrétan, hogyha egy fióka, ami egyébként a fészekben a helye, a fán, ami ember számára azért elérhetetlen. Ott biztonságban van a fióka és az ember is, mert eléggé távol van attól, hogy a madár veszélyesnek ítélje meg. Viszont onnantól kezdve, hogy a fióka kiesik a fészekből, vagy kirepül, korábban repül ki, mint ahogyan kellene, és ez a városi léttel összefügg, mert itt a városokban olyan számban elszaporodtak, hogy ha eszik fiókát, meg madártojást, hanem rendesen nem tudja a táplálékát megtalálni, és kukázik. Gyors éttermeknek az ételmaradékait, mindenféle szemeteket szed össze, ami nem teljes értékű táplálék, amit ő a természetben találna, és a fiókák alultápláltak, bizonyos ásványi anyagokkal, vitaminokkal, nem kellően ellátottak, és fejletlenek. Kisebbek, angokorosak, ha emiatt máshogyan viselkednek, hamarabb jönnek ki a fészekből, vagy ha kirepülnek, nem tudnak rendesen repülni, és lekerülnek a földre. Itt van baj, mert a földre levő fiókát próbálja a szülő
védeni, táplálni. Ez viszont egy lakott területen akár autók veszélyeztetik, akár macskák, kutyák, és hogyha emberek is akár is jó szándékkal, segítő szándékkal próbálnak a fiókkal közelíteni, ezt a szülő nyilván a gyereke védelmében, ahogy egy ember is tenné, rossz néven veszi, és próbálja elriasztani az embert. Tehát nem támad feltétlenül, hanem fenyeget. Tehát az azt jelenti, hogy a megközelíti repülő rácsapó manőverrel, de nem ér az ember ezt hozzá, hanem az utolsó pillanatban felhúzza a magassági kormányt és elkerüli. De hogyha ez úgy adódik, hogy már valaki megfogja a fiúkáját, mert volt erre példa, és az anyamadárnak ez a riasztása nem elegendő, akkor bizony oda csíphet. És ez akár véres sérülést is okozhat. És azt is olvasom az interneten, hogy általában hátulról támadnak, ez igaz? Igen, igen, tehát alapvetően fél az embertől. Azt mondják, hogy a tigris is hátulról támad, tehát az időben azokon a helyeken, ugye, ahol ez előfordul Indiában, akkor ugye egy ilyen állarcot tesznek a tarkójukra az ottani rizs földeken dolgozók, hogy ez is valamilyen szinten távol tartsák a tigrist. Most a varjus hátulról támad és általában fejre, tehát hogyha szembefordulunk vele, akkor megoldottuk a problémát, és hogyha valaki állandóan ott megy el egy olyan helyen, ahol az anyamadár ezt zaklatásnak hívja, és rendszeresen támad, és nem tud odafigyelni az illető annyira, hogy honnan jön a támadás, akkor jobb, hogyha egy közösséges baseball sapkát, vagy bármi más fejfedőt hord, amit akár nyáron is lehet, és így elkerülheti a sérüléseket. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédelmi.hu